kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Kadenyák Péter vagyok, a Budapesti Corvinus Egyetemen működő regionális energiagazdasági kutatóközpontot vezetem, és nagyon köszönöm a szervezőknek a meghívást erre a mai előadásra és rendezvényre, amely hát a Bertalan Zsolt úr bevezetőjében említett módon persze elsősorban a hazai okos megoldások fejlesztésére koncentrál, de talán érdekes lehet így a workshop, a mai konferencia elején egy kis kitekintés is, nevezetesen, hogy nem Magyarországon, hanem egy kicsit tágabb régiónkban hogyan néz ki a okos hálózati megoldások elterjedtsége, támogatottsága. Egy erre vonatkozó, nemrégiben végzett munkánknak a főbb eredményeit szeretném önöknek röviden bemutatni a következő előadásban, amely ugye ezért viseli a Okos Hálózatok a Duna régióban címet. Az az együttműködés és kutatás, amelyet folytattunk, az Európai Unió Duna régió stratégia programjával közösen zajlott. Ennek a régiónak, amit Duna régiónak nevezünk, 14 tagországa van, és ugye érdekessége ennek a régiónak, hogy a többségében ugyan EU tagállamokat foglal magában, de több régiós EU aspiráns ország is tagja, olyan országok, amelyek a magyar gazdasági életszeretői számára ugyancsak érdekesek, azt gondolom. Úgyhogy az a vizsgálat, az a kutatás, amelyről szó van, erre a 14 országra terjed ki, és még egyszer mondom, az volt a legfőbb kérdése, hogy vajon ebben a régióban, ahol ugye azt gondolhatjuk, hogy az okos hálózati megoldások szinte még ilyen, hát ilyen luxus történeteknek számíthatnak, vagy olyan költséges megoldásoknak, amelyre talán még nincs is érkezésük ezeknek az országoknak, hogy alkalmazzák, vagy azok a 20-20-20-as célok, megújuló energetikai célok, amelyekhez elsősorban az Európai Uniós okos hálózati politika kapcsolódik, talán nem annyira robosztus, hogy vajon ezekben az országokban is van-e tere, van-e kereslet, ha úgy tetszik, az okos hálózati megoldásokra. Ez volt a fő kérdés ennek a kutatásnak. Több fázisa volt ennek a munkának. Itt Budapesten tartottunk a okos hálózati megoldásokban érdekelt szereplőkkel egy kerekasztalt beszélgetés a külügyminisztériumnak a vezetésében. Ezután egy kérdőívet állítottunk össze, amely a Duna régiós országokban lévő elsősorban regulátor kollégáknak küldtük ki, az ő válaszaik alapján próbáltuk azonosítani az igényeket a régióban. Majd Brüsszelben tartott a Duna régió stratégia ugyancsak egy régiós kerekasztal beszélgetés gyakorlatilag minden tagország részvételével, és ez is készült már, az a tanulmány publikálásra is került, amely az eddigi eredményeit foglalja össze ennek a munkának, és ajánlom is esetleg az önök figyelmébe, a www.danubenergy.eu honlapon már megtalálható ez a tanulmány. Ennek néhány eredményét szeretném bemutatni. Az elemzésnek a keretét ugye az a gondolat alkotta, miszerint ugye nézzük meg, próbáljuk megvizsgálni, hogy azon fő funkciók közül, azon fő megoldások vagy policy célok közül, amelyeket az okos hálózati megoldások támogatni tudnak, melyekre van igény az egyes országokban. És ez a táblázat próbálja azt összefoglalni, hogy melyek azok a fő policy célok, azok az energiapolitikai célok, amelyek szolgálatában az okos hálózati megoldások beállíthatók. Egyrészt a piaci verseny térnyerését tudja elősegíteni az okos hálózati megoldásoknak a térnyerése, elsősorban okos mérők alkalmazása révén innovatív fogyasztói tarifákat, kiskereskedelmi versenyt generálva tudnak ebben segíteni az okos hálózati megoldások. Természetesen a fenntarthatóság kérdése a másik jelentős energiapolitikai cél, ahol okos megoldásokkal
is tudunk válaszokat adni bizonyos kihívásokra, energiahatékonyság, növelés, a pontosabb információ nyújtás révén, elektromos közlekedésnek a térnyerésének az elősegítése, az elosztott termelés, kicsi, decentralizált termelés, hálózati integrációjának az elősegítése, mind olyan célok, amelyeket tipikusan említeni szoktunk az okos hálózati megoldások pozitív eredményeképpen. És hát természetesen emellett hagyományosabb hálózatüzemeltetés és hálózatüzemeltetés minőségi eredményekkel is tudnak szolgálni okos hálózati megoldások. A hálózati robosztusságnak a javítása, a hálózatra vonatkozó információknak a visszajelzése a hálózat működtetők felé, valamint adott esetben a csúcsidőszaki, esetlegesen csúcsidőszaki keresleti problémáknak a kezelése, a keresleti oldali megoldásoknak az elősegítése révén olyan kérdés, ahol további nagyon pozitív eredményeket hozhatnak az okos megoldások. És végül, de nem utolsó sorban meg kell említeni, hogy hagyományosabb elosztóhálózati problémáknak a megoldásaiban vagy keresésénél is nyúlhatunk az okos megoldásokhoz. Több régiós országban problémát jelent a magas hálózati veszteségnek a kérdése, sok esetben a kereskedelmi veszteségnek a kérdése. Azt gondolom, hogy ez a probléma ugyan nem egy hogy klímabarát jövőhöz kapcsolódó valamiféle új kérdés, hanem nagyon is hagyományos problémája a hálózati társaságoknak, de több országban lehet, hogy ez az a cél, amely felhasználása szempontjából az okos megoldások igazából érdekesek lehetnek. Úgyhogy az érdekelt minket, hogy egyes országokban a különféle funkciók közül melyeket tartják az érintettek a legrelevánsabbnak, a legfontosabbnak. Kicsit azt feltételeztük, hogy ez a régió ez nem elsősorban a nagyon masszív, nagyon tömeges megújulóknak a térnyerése miatt és azoknak a hálózati integráció miatt fog elsősorban okos hálózati megoldásokat keresni, vagy nem, legalábbis nem egységesen. Először azt vonatkozóan néhány eredmény mutatnék be, hogy a jelenlegi helyzet hogyan mutat a Duna régiós országokban, természetesen elhelyezve egy európai összképbe. Ez az ábra a Joint Research Centernek, az Európai Bizottság Kutatóintézetének a okos hálózati beruházási adatbázisának az eredményeit mutatja összefoglalóan, kiemelve azokat az országokat, amelyek a legtöbb projektet és a legtöbb eurót költötték okos hálózati megoldásokra. Itt azt látjuk, hogy azért a tipikusan Európában a jelenleg legalábbis a nagyon magas megújuló penetrációval rendelkező országokban koncentrálódnak az okos hálózati projektek és az erre való beruházás. Németország, a britek, Olaszország, Dánia azok az országok, amelyek kiemelkedően sokat költenek különféle struktúrában okoshálózati megoldásokra. Ezen a listán talán összesen Ausztria és Csehország hát látható a Duna régiós országok közül, amelyek jelentősebb projektekkel, összegekkel már rendelkeznek ezen a területen. Ami az okoshálózati programok kialakításának a módját illeti, az Európai Unióban próbáltuk azt megnézni, hogy vajon mindenhol, vagy főszabály szerint elsősorban a kormányzatok azok, amelyek okos hálózati stratégiát alkotnak. Azt találtuk, hogy nem igazán, tehát nagyon gyakori az, hogy egy-egy tagországban nem a kormány az, aki végül is kialakítja az okos hálózatok térnyerését elősegítő stratégiát, hanem olyan típusú iparági egyesületek, mint amilyen egyesülete az okos jövő klaszter is. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan üzenet talán a jelenlegi résztvevőknek is, hogy nem kell föltétlenül a kormányra várni, nem kell föltétlenül a minisztériumot okolni azzal, hogyha esetleg nem áll össze még egy okos
hálózati stratégia. Magyarországon nem kezdeményezőnek kell lenni, be kell vonni a kormányzatot természetesen, vagy az egy nagyon jó dolog, hogyha a kormány az élére ennek a kezdeményezésnek, de mindenképpen gyakorlat is, és talán indokolható is, hogy egy ilyen úttörő területen inkább azok az iparági szakemberek, akik látják, hogy milyen irányba mennek a fejlemények, kezdeményeznek és állnak elő stratégia kialakítással. Na most föltettük azt a kérdést itt most már az érintett országok képviselői számára, hogy ők hogyan ítélik meg, milyen mértékben elterjedtek az okos hálózati megoldások, elsősorban okos mérés a érintett Duna-régiós országokban, és hát itt látjuk a válaszokat. Ugye a legtöbb résztvevő ország képviselője azt válaszolta, hogy jelenleg még azért a kezdeti szakaszban tart az okos hálózatok elterjedtsége az ő országukban. Ugye egy kivétel van itt, Ausztria. Az osztrák kollégák jelezték, hogy ők ugye vezető szerepet szánnak az okos hálózati megoldásoknak az országokban. Itt Moldovát, Csehországot látjuk, itt még igazából a tömeges alkalmazás megkezdésére nem nagyon került sor. Melyik területen várható a legnagyobb beruházási igény? Ugye itt azt a választ találtuk, és azt emelném ki, hogy a válaszadók döntően az okosmérés és az elosztó hálózatokat jelölték meg, mint a várható beruházásoknak a fogadó szervezetei. Az átviteli hálózat igazából egyetlen esetben sem került említésre, úgyhogy hát legalábbis ez a várakozása a mi válaszadóinknak. Okos mérők elterjedtségének a szintjére vonatkozóan, ugye mint egyfajta okos megoldásnak a kérdése is rákérdeztünk, mi a jelenlegi okosmérési arány az összes mérő számához viszonyítva. Itt tulajdonképpen Szlovénia kivételével, ahol már 10% fölötti az okosmérőknek a részaránya, a többi válaszadó 0-10% közötti szintre jelezte a jelenlegi elterjedtségi szintjét az okosmérőknek, illetve azt is megnéztük, hogy mely országokban van már konkrétan meghatározott célszám a okosmérők penetrációjának elősegítésére, és azt találtuk, hogy Romániában 2022-re kívánják a teljes mérőállományt lecserélni okosmérőkre, illetve 2020-ra már 80%-ra szeretnének eljutni. Boszniában, Ausztriában találtunk meglehetősen ambiciózus célokat, és ugyancsak látható itt, hogy több országban került sor költség hatékonyság elemzése arra vonatkozóan, hogy az okos mérésnek a vajon beruházási költsége az elemzők szerint megtérül-e a társadalom számára. Itt egy kivétellel pozitív nettó hasznot ígérő programokat találunk, az egy kivétel az Csehország volt, ahol a költség-haszon elemzés az egy negatív eredmény produkált, de utóbb ennek ellenére azért elindultak ők is ezen a területen. Okos hálózatok fejlesztésének lehetséges indokai a régióban. Ugye ez volt az a kérdés, ami leginkább izgatott minket, melyek azok a valós problémák, azok az aktuális, a hálózatok működtetésével kapcsolatos problémák, amelyekre egy okos, költséghatékony megoldást adhatnak az okos hálózati megoldások. És hát itt próbáltuk összefoglalni azt, hogy melyek lehetnek azok a lehetséges előnyök, amelyet az okos hálózatok tudnak nyújtani. Ugye itt az első kérdés az volt, hogy van az aktív fogyasztók, tehát a prosumerek, tehát a fogyasztók és termelők, vagy a keresletoldali programokban résztvevő fogyasztóknak a bevonása, mint egy lehetséges pozitív előny. Minden potenciális hálózathasználónak az integrálása, termelőnek, vagy pedig fogyasztói programban résztvevőnek, piacfejlesztés, szolgáltatásminőségen alapuló piacszegmentálás,
hálózati rendszer menedzsment optimalizálása, tehát ez elsősorban, ami a DSO-k számára jelenthet előnyt, öngyógyító hálózatok, kereskedelmi veszteség csökkentése, főleg ezeket a kérdéseket vizsgáltuk meg. És a pipánknak az eloszlásából, ami a válaszokat jelzi, azt látjuk, hogy meglehetősen szórnak a válaszok, nem koncentrálódnak bizonyos helyeken. Azt lehet mondani tehát, hogy a hasznunk meglehetősen országspecifikusabb, és a hálózatok működtetéséhez kapcsolódó klasszikusabb potenciális hasznok, amelyeket az okos megoldások hozhatnak, legalább olyan mértékben kerültek megemlítésre, mint a 20-20-20-as célokhoz tartozó potenciális hasznok. Itt néhány olyan táblázatot szeretnék csak nagyon gyorsan mutatni, amelyről ugyancsak azt feltételeztük, hogy ahol kiemelkedő vagy kiugró értékeket találunk, ott az okos hálózati megoldásoknak nagyobb szerepe lehet. Megpróbáltuk ugye megnézni, hogy mit látunk villamos energia oldalon kereslet növekedés előrejelzés tekintetében, azt feltételezve, hogy ahol a kereslet gyorsabb ütemben nő, ilyenek tipikusan a balkáni tagállamok, és ugyanakkor az erőművi beruházások nagyon, hát ugye döntően tulajdonképpen elmaradnak, tehát egy kiéleződő kereslet-kínálati szituáció alakulhat ki ezekben az országokban. Ott nyilván a keresletmenedzsmentnek nagyobb lehet a jelentősége. Ez azok az országok, ahol ez egy feszítő problémát jelent, nagyobb érdeklődést mutathatnak az okos hálózati megoldások iránt. Itt látjuk az összefoglaló számokat, és hát látjuk azt, hogy valóban azért döntően a balkáni országok azok, amelyek esetében nagyobb kereslet előrejelzéssel találkozhatunk, nagyobb valószínűséggel kereslet oldali menedzsment csúcskeresleti problémák kezelése az ő esetükben lehet elsősorban érdekes. A másik mutató, amelyre próbáltunk ránézni, és ebből is hát valamiféle következtetést levonni, az az energiahatékonyságnak a helyzete, azaz az energiahatékonysági potenciálnak a megléte, hiszen ahol gyengébb a gazdaságnak az energia hatékonysága, nyilvánvalóan nagyobb tartalékok rejlenek, ennek a kihasználtsága van. Itt megint azt látjuk, hogy ugye kicsit szóródik a társaság, megint döntően azért a nem EU tagállamok azok, ahol talán az energiahatékonysági célú okos hálózati megoldások legalábbis más megoldások mellett természetesen talán nagyobb érdeklődésre tarthatnak számot. Azt is igyekeztünk megnézni, hogy jelenleg és a 2020-as tervek szerint az időjárás függő megújuló termelésnek a részaránya az összes villamosenergia termelésben hogyan alakul, hogyan fog alakulni, megint csak azt feltételezve, hogy azon országok, ahol ez az arány meghaladja majd várhatóan a 10 vagy akár a 20%-ot is, ott nagyobb érdeklődés mutatkozik majd a okos hálózati megoldások iránt. Itt látjuk, hogy a előrejelzések szerint például Bulgária, Románia, Szlovákia, illetve természetesen Németország és Ausztria azok az országok, ahol nagyon magas arányokat találunk. Így meg kell jegyezni, hogy valószínűleg a bulgár-román adatok, illetve célszámok azok nem valószínűleg olyan teljesülni fognak, pont az utóbbi időben bekövetkezett nagyon negatív szabályozói intézkedések miatt, amelyek a megújulóknak a további tényelését lényegében leállították ebben a két országban. Ezzel együtt gondolom azt, hogy a régióban megvan az ambíció a megújulóknak a térnyerését támogató politikák mellett. Ez a ambíció vissza fog térni egészen biztosan több olyan országban is, ahol most megtorpant ez a folyamat, és ennek értelmében a okos megoldásokra vonatkozó kereslet is ennek következtében növekedni fog. Hát ugye itt,
csak azt próbáltuk megnézni, hogy van-e esetleg olyan probléma, olyan eset már ezekben a Duna régiós országokban, amikor a hálózati betáblálás korlátozásának a kérdése is fölmerül olyan problémák miatt, hogy esetleg megújulók azok koncentráltan adott régióban hálózati problémákat okoznak. Azt találtuk, hogy ilyen típusú megoldásokra, okos hálózati megoldásokra nem nagyon találunk, ettől sokkal egyszerűbb módon próbálja kezelni a időjárás függő megújulók esetében a politika az, hogy ne kerüljön rá túl sok megújuló a hálózatra, és ez az a megoldás, ami Magyarországon is jellemző, nevezetesen a teljes beépíthető ugye, kapacitásnak a korlátozása, az több országban is megtalálható. Ugye Magyarországon ma ez az elvi kapacitáskorlát megújuló, tehát a szélenergia esetében 740 megawatt, amiből 330 került kiosztásra, de látjuk, hogy Boszniában 350, Horvátországban 400, Romániában 2500-3000 megawatt az a abszolút korlát, amelyben ma a szabályozók korlátozzák a beépíthető szél kapacitásoknak a mennyiségét. Ugye elektromos villamos autózás, hát azt kell mondani, hogy a Duna régiós országokban, úgy ahogy Magyarországon is, azért alapvetően ez a terület még igazából gyerekcipőben jár. Ausztriában találjuk a legmagasabb számban azon töltőállomásokat, amelyek már alkalmasak villamos meghajtású járműveknek a feltöltésére, itt 3300 körüli töltőállomással találkozunk, de hát a legtöbb országban gyakorlatilag ez a terület még, ha úgy tetszik, a jövőnek a kérdése. És hát egy hagyományosabb probléma, egy hagyományosabb mérőszám, ami azért ugyancsak érdekes lehet az adott országok hálózatüzemeltetőinek. Itt egy tipikus szolgáltatás minőségi mutató számot a nem tervezett kieséseknek az időtartamát mutatjuk egy fogyasztóra jutó percekben kifejezve, adott egy évre vonatkozóan. És látjuk, hogy ezen a területen viszont óriási a szórás a Duna régiós országokon belül, miközben Ausztriában, Németországban egy-két perc egy évben az egy fogyasztóra jutó átlagos kimaradásnak a mértéke. Bizonyos tagállamokban, Boszniában ez az érték 700 percet is meghaladhat, és hát több ugye országban ez inkább 400-500 perc körül van. Ez a problematika a kimaradások gyakoriságának a mérése, a helyének a beazonosítása, a regisztrálása, és ennek révén a beavatkozási pontoknak a meghatározása viszont olyan kérdés, ami ugyancsak fölkeltheti a okos megoldások alkalmazására vonatkozó figyelmet. Végül természetesen azt szoktuk mondani, hogy az okos mérés, az okos megoldások, a fogyasztásra vonatkozó információ rendelkezésre állása az ugye alapvető feltétele annak, hogy ne csak a nagy fogyasztók, hanem a háztartási fogyasztók is tarifát tudjanak választani az ő számukra különböző végfogyasztói tarifa kínálattal jelenhessenek meg a szolgáltatók, és ilyen módon az okos megoldások a tarifa választást és a szolgáltató választásváltást is elő segíthessék. Ugye azt látjuk, hogy persze elsősorban a háztartási szektorban a fogyasztóváltási, a szolgáltatóváltási aktivitás a Duna régióban még elég alacsony, de ez az arány minden bizonnyal növekedni fog. Egyébként ilyen szempontból Ausztria mellett Magyarország elég jó helyen áll. Hálózati és kereskedelmi veszteségnek az aránya, ez egy kicsit kapcsolódik a elosztó hálózati kimaradásoknak, szolgáltatás minőségnek a kérdéséhez. Azt találjuk, hogy nem csak a
nem csak a szolgáltatás minőségi mutatókban, hanem a hálózati veszteség mutatókban is nagyon nagy a szórás UNA régión belül, és megint csak azt látjuk, hogy több nem EU tagország esetében a hálózati veszteség értékek ma még kiemelkedően magasak. Újra csak megismételni tudom, hogy okos mérés, okos hálózati megoldások kifejezetten érdekesek lehetnek elosztóhálózati üzemeltetők számára. Végül, tehát ennyit ugye azokról a kérdésekről, problémákról, amelyekre vonatkozóan okos hálózati megoldások az egyes országokban hát válaszokat adhatnak. És végül ugye azt a kérdést tettük föl, hogy mi lehet a szerepe, mi lehet a pozíciója, vagy egyáltalán milyen jelenleg az okos hálózatokra vonatkozó szabályozási környezet a Duna régióban, és milyen irányba kellene tovább lépni ezen a területen, mi az elvárás a szabályozói szerepvállalással kapcsolatban ezen a területen, hiszen nagyon jelentős beruházásokról van szó, döntően elosztó hálózati eszközökbe, és hát nyilván arra vonatkozó valamiféle bizonyosság nélkül, hogy ezek a befektetések hogyan fognak megtérülni egy döntően azért szabályozott szektorban, nagyon ugye nehezen lehet mégiscsak elindulni. Úgyhogy néhány kérdést tettünk föl a szabályozási korlátokra vagy hiányosságokra vonatkozóan. Ugye azt kérdeztük, hogy mi az okos hálózatok elterjedésének a legfontosabb szabályozási korlátai, és hát nem meglepő módon az egyik fő és leggyakoribb válasz a választadók részéről a magas beruházási költség és a megfelelő ösztönzöttségnek a hiánya volt, és hát tulajdonképpen a megfelelő szabályozási környezet hiányát is sokan jelölték meg mint az okos megoldások elterjedésének a fő korlátját. Azt kell mondjam egyébként, hogy az energiaszektor szabályozók küzdenek azzal a problémával, hogy a jelenlegi tarifaszabályozás nem az okos megoldásokra találták ki. Egy hagyományos ásapka szabályozás az nagyon nehezen alkalmazható sikerrel okos hálózati megoldások elterjesztése céljából, és olyan szabályozási környezetben, amikor az elosztó hálózatoknak a bevétele az döntően attól az energia mennyiségtől függ, amit a hálózat forgalmaz, hát bizony azt várhatjuk csak döntően, hogy inkább ellenérdekeltek lesznek az elosztó hálózati tulajdonosok a okos megoldásoknak a alkalmazásában, mint hogy nagyon pártolnák. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt van egy óriási feladat a szabályozók számára, hogy átgondolják, kigondolják azt, hogy a 21. századnak a fejleményeit támogató hálózati szabályozásnak hogyan kellene kinéznie, amely biztosítja a megfelelő bevételt az elosztó hálózati tulajdonosoknak, de nem legalábbis csökkenti vagy megszünteti azokat az ellenösztönzőket, amelyek a jelenlegi szabályozásban inherens módon benne vannak. Mi lenne a legfontosabb szerepe a szabályozó hatóságoknak? Nyilván a megfelelő szabályozás megteremtése mellett, hát leginkább az, hogy az érdekeltek közötti párbeszédet generálják, azt előmozdítsák. Nem föltétlen mindenre a regulátoroknak kell választ adniuk, de valamiféle olyan vezető szerepet kell játszaniuk, amely segít az érdekelteknek a összehozásában és a megoldásoknak a kigondolásában. És hát ez volt az összefoglaló táblázat, amely végül országokra lebontva próbálta azt beazonosítani, hogy az egyes Duna-régiós országokban akkor tehát melyek a legfontosabb indokai az okos hálózati fejlesztéseknek várhatóan a jövőben, és hát a legfontosabb
következtetésünk az, hogy nem lehet csak egy problémára, egy megoldásra koncentrálni, attól függően, hogy ki melyik országban kíván belépni erre a piacra, gondolja át, hogy inkább a megújulókkal kapcsolatos kérdések, vagy pedig inkább a hagyományos hálózatok üzemeltetésével a kapcsolatos problémák, hálózati veszteség, szolgáltatás minőségi problémák, vagy a hálózat robosztussága, a hálózatról való információ szolgáltatás a hálózat működtetőknek az a kérdés, amire ott a leginkább igény jelentkezik. Én azt gondolom, hogy mindent elmondtam, itt néhány konklúziót láthatnak. Azt gondolom talán, hogy ha amellett, hogy Magyarországon ösztönzi az okosítő klaszter a iparági szereplőknek az együttműködését, akkor az is egy értékes funkció lehet ennek a klaszternek, hogyha továbbra is nem csak Magyarországról, de a régiós fejleményekről is napra készen tartja az együttműködő partnereit, hiszen én nekem meggyőződésem, hogy magyarországi piaci szereplőknek, vállalkozásoknak nagyon komoly lehetőségeik, üzleti lehetőségeik lehetnek majd a jövőben ezen a területen is a régiós országokban. Ezzel szeretném a figyelmüket megköszönni, és még egyszer a résztvevőknek, a szervezőknek is a meghívást szeretném megköszönni.